ünnepelt és ünnepeltek, kedves vendégeim, megállapítom, hogy a testület határozott képes. Egy napi rendi pontunk van a ünnepi testületülésen, hogy a kitűnteteknek átadjuk az ajándékot. Kérdezem a testületet, hogy a napi rendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni, illetve a napi rendi ponthoz felvenni. Amennyiben nem, akkor kérem szépen elfogadni a egyes számolatot. Köszönöm szépen. Megállapítom a testek egyértelműen elfogadt tagjairatokat. Programját, úgyhogy felkérem Krisztinát, hogy nyissa meg a ünnepi testületülést. Kedves vendégek, tisztelt medinaiak! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Medinai Művészeti Napok alkalmából rendezett ünnepi képviselőtestületi ülésen. Külön tisztelettel köszöntöm Vén Attila polgármester urat, Garai László jegyző urat, a képviselőtestület megjelent tagjait és minden kedves vendégünket. Az ünnepi testületi üléssel hivatalosan is megkezdődnek a Medinai Művészeti Napok. Tisztelt ünnepi ülés, kedves vendégeink! Már hagyományá vált, hogy a művészeti napok alkalmából az ünnepi testületi ülésen méltassák azokat, akik életútjukkal, kiemelkedő közösségi munkájukkal rászolgáltak a közösség elismerésére. Így történik ez a mai napon is. Medina község önkormányzatának képviselő testülete 2011-ben kitüntető díjakat alapított. A képviselőtestület Medina község érdekében folytatott kiemelkedő munkálkodás életmű elismerésére, valamint a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy hosszú időn át folytatott eredményes munkálkodás elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapította. Díszpolgári cím, Medináért díj, közösségért díszoklevél. Medina község díszpolgári cím adományozható annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi személyeknek, akik kiemelkedő közéleti vagy gazdasági munkásságukkal, maradandó életművükkel meghatározó módon járultak hozzá Medina község fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységükkel hírnevet, elismerést szereztek Medina községnek, tevékenységükkel erősítették Medina község nemzetközi hírnevét, meghatározó módon járultak hozzá Medina község testvértelepülési kapcsolatainak erősítéséhez. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2016-ban nem adományoz díszpolgári címet. Medina község önkormányzatának rendelete értelmében a képviselőtestület Medináért díjat adományozhat annak a személynek vagy közösségnek, akik Medina községért hosszú időn át elismerésre méltó, kiemelkedő munkát végeztek, végeznek. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2016-ban nem adományoz Medináért díjat. A helyi rendelet értelmében a képviselőtestület közösségért díszoklevelet adományozhat annak a személynek vagy közösségnek, akik Medina község közéletében elismerésre méltó tevékenységet végeznek, illetve végeztek. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete a 49/2016 június 29 számú határozatával Bíró László tábori püspököt a Medina szőlőhegyi elszármazottak találkozóján nyújtott áldozatos munkájáért és önzetlen segítségnyújtása elismeréséül közösségért díszoklevélben részesíték. Adja át.
engedjék meg, hogy néhány mondatot azért püspök úrról. Bíró László püspök urat áldozatos és lelkiismeretes munkájának elismeréséül 2012-ben Próulbe Szekszárd emlékplakettel és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének polgári tagozatával tüntették már ki. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családokért felelős tagjaként pedig 2015-ben az Emberi Erőforrások minisztere által adományozható Pro Feminis díjat vehetett át Balogh Zoltán Emberi Erőforrások miniszterétől. Gratulálunk, püspök úr! A képviselőtestület 2016 évben először döntött tehetséges gyermek díszoklevél adományozásáról. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete az 50/2016. Június 29-e számú határozatával Párfi Leja Ajda medinai tanulót több iskolai kereteken kívüli sikeres rajzpályázaton való részvételéért tehetséges gyermek díszoklevélben részesíti. Leja 2014 óta sikeresen szerepel a rajzpályázatokon, szép eredményeket ért el a Garai János Általános Iskola képzőművészeti szakos tanulójaként, kiemelkedő munkájáért és versenyeken való részvételéért számos elismerésben részesült. Most felkérem Vén Attila polgármester urat, hogy a tehetséges gyermek díszoklevelet adja át. Medina község önkormányzata, Medina és hivatala. Igen tisztelt cím, kedves polgármester úr, tisztelt testület. Tisztelettel köszönöm a kedves megtisztelő levelet, melyre sajnálattal úgy tudok válaszolni, szívemből köszönöm, de egészségi állapotom akadályoztat a részvételben. Kérem a szíves elnézésüket. Nagyon köszönöm kedvességüket, és kívánom, hogy ez a jó maradjon meg örökre. Kérem a mindenhatót, elnézést, nagyon ezt nem tudom olvasni, hogy ezt adja meg mindenkinek, kevesebb megpróbáltatással, mint nekem. Isten áldjon meg benneteket. Medina, 2016. augusztus 6. Szabó István. Isten éltesse Pista bácsit, és jó egészséget kívánunk neki. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete az 52/2016. Június 29-i határozatával Pusztai Martin Nikolász, Medina, Damjanics utca 7 szám alatti lakost, a legfiatalabb polgár díszoklevélben részesíték. Medina község önkormányzatának képviselőtestülete szeretettel köszönti Martin Nikolász, aki 2016. július 7-én született. Gratulálunk Martin Nikolásznak és édesanyjának Zsuzsinak, és természetesen apukának is. Kérem, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy nagy szeretettel
illetve köszöntjük, és nagyon jó egészséget kívánunk újszülöttjeinknek és családjaiknak. Karbonarin Hannának, aki 2016. augusztus 20-án született, Szatmári Fédra Veronikának, aki 2016. augusztus 23-án született, és a legfrissebb hír, hogy gratulálunk, és szívből köszöntjük Györfi Nórát és családját, aki ma délelőtt született. Nagyon jó egészséget kívánunk nekik és családjaiknak is. Kérem önöket, hallgassák meg újra a Missió kórust. Magyarország, de vagy a lelkemre bízva, Magyarország.
díjat, és leajándékkal készült az önkormányzatnak, és ezt szeretné átadni a polgármester úrnak, ő feste. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő egybegyűltek. Hát ismét nagy tisztelettel köszöntök mindenkit innen a pulpitos mögül is. És köszönöm, hogy eljöttek erre a nagyon szép ünnepi alkalomra. Valami jó kóros, csodálatos dalát hallhatjuk, és még hallhatjuk is. Szent Pál apostol azt mondta, hogy azt keressétek, amit széthúz és meghoz benneteket, hanem azt, amely összeköt. Mi kis falunk is így gondolkodik, erre az összetartásra büszkének kell lennünk, és meg kell őriznünk. Boldogságunk kulcsa saját kezünkben van, gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Mindenkinek hozzá kell tenni valamit képességeiért, és tudása szerint, és egyéni közös boldogulásunkhoz. Jókaim úr azt mondta, csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Azt gondolom, hogy az itt jelenlevők tudják, honnan indultunk el, azt is tudják, hogy meddig értünk el, de még messzire kell eljutnunk együtt, karöltve, egymás segítve, hogy megvalósíthassuk, amit célul tűztünk ki magunk elé. Vágyaink teljesüléséhez kívánok mindannyiunknak sok erőt, derűt, jót, egészséget és békességet. És talán hagy zárjam egy kis tanmesével gondolataimat, meg az a cím, hogy Békás tanmese. Egy szép napon az erdei állatok versenyt rendeztek, építettek egy magas falat, és megkérték a békákat, másszák meg. Csábító volt a fődíj, így hát sok jelentkező akadt a feladatra. Körbe gyűltek az állatok, nyulak, medvék, rókák és varkasok és vaddisztók. Felharsant a kürszó, és kezdetét vette a viadal. Legalább 50 béka indult neki a meredek falnak. Úgy sem sikerül neki, mondta a nyúl. Amikor ezt kimondta, 3 béka le is esett a földre. Túl gyengék ehhez, harsogta a medve. 10 béka megint lepottyant. Túl gyengék ehhez, harsogták tovább. Békák nem is tudnak falat mászni, nevette a vaddisznó. Erre vagy 20-an zuhantak le a falról. Ez így ment egész addig, míg csupán egy béka haladt a csúcs felé. Ő viszont már majdnem felért, le fog esni, mormolta a farkas, de nem így történt. A béka felért a csúcsra. Egyedül az 50-ből, egyedüli békaként teljesítette a távot. Az állatok körbeállták. Gratuláltunk, hogy sikerült éppen neked, kérdezte Róka. Hogy sikerült ez éppen neked, kérdezte Róka. Mi a titkod? Kérdezte egy másik béka. Gyakoroltál, szegezte neki a kérdést a farkas. Csak hogy a béka csendben maradt, ekkor döbbentek rá, hogy a győztes béka süket. Ő nem hallotta, nem hallhatta a kétkedő, lekicsinlő és pesszimista megjegyzéseket. Csak a saját belső hangja, hangját hallotta, feljebb, feljebb, feljebb. Mondogatta magába, tudta, hogy képes rá, és nem vették el az önbizalmát. Ezt mind-mind útra valóul szeretnék mindenkinek, mindannyiunknak, legfőképpen azoknak a piciknek, akik még nem érzik ennek a belső hangnak az értelmét, a súlyát, az önbizalomnak, és kívánom mindegyőnek, hogy ne vegye el, senki ne vegye el tőlünk ezt a titkot, és halljuk meg a belső hangunkat, és leginkább akkor tudjuk meghallani, amikor csend van körülöttünk, akár esténként, vagy akár egy békés borozgatás mellett. Én szintén kívánok mindenkinek jó egészséget, és a művészeti napokhoz meg nagyon-nagyon sok jó kedvet, nevetést. Isten áldjon mindenkit, Isten áldjon bennünket.
Egy passzus hosszú jogkorú, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestület tagok, kedves ünneplők. Hogy mi is a kötődésem ehhez a környékhez, sokrétű. Tudnék reggelig beszélni róla. Pici gyerekkoromban, ez volt nekünk a nyaralása, itt voltam meg a Szöldőhegyen. Édesapámnak egy féltestvérénél, többen ismerik biztos a Kovácsné, Bíró Júli nénit. Az volt nekünk a Messzenény nyelvén, mert szekszárdi vagyok. És itt nyaraltunk mindig unokatestvérek együtt. Ugye Gyurival együtt nőttünk föl, örülök, hogy Gyuri is itt van. Aztán hadd dicsekedjek el azzal, hogy én megtettem azt, amit talán még a megyei reformátusok sem tették meg, hogy húzhattam a református templom harangját, voltam a szerb templomban is, vagy rász templomban, hogy itt mondják, minisztráltam a kápolnában, a kastély mellett, úgyhogy sok a kötődésem. És ahogy Medinára gondoltam felnőttként, ez a három templom, ez kifejezi azt, hogy egy sok színű világ ez a Medina. Hogyan történelme során összeállt egy településé. És ez a sokszínű világ olyan érdekes, hogy tudott egységben lenni. És azt gondolom, hogy a kereszténység fogta ezt egybe. Mindig beszélnek, hogy a vallások elválasztják az embereket. A különbözőség az nem ellentét, föltétlen, gazdagság is lehet. A település bennem úgy él, mint három intenzív közösség volt valamikor. Tudták, ki hova tartozik, kinek meg volt az identitása, de nem gyilkolták egymást. Hanem egy falu közösséget hoztak létre, ami ma is él. Ismerünk sok itt, sok-sok apró települést, ami kipusztul lassan itt Tóna megyében is, másút is. És Medina még mindig él a három felekezet egységében. És ez szép példa itt a Tóna megyei világban. Ez első, amit szerettem megosztani. A másik, amiért ezt a kis megemlékezést kaptam, nagyon sok megemlékezés, meg kitüntetés, meg díjat kap az ember, az már öregszik, akkor egyre többet, és ez csak egy töredéke, mint itt hallottunk. Ugye, de mégis fontosnak tartottam, hogy eljöjjek, egy osztálytalálkozót hagytam ottan emiatt, az évfolyamtársaimmal találkoztam Kaposváron, oda jöttem ide. De fontosnak tartottam, mert a legkisebb közösség az, amitől most ezt a megemlékezést kaptam is, jól is esett, meg fontosnak tartom, hogy itt legyek személyesen ennek átvételén. Miért? Azért, mert fontosnak tartom azt, amit a Gyurival teszünk itt Medina Szőlőhegyen. Ugye mind a karmesterek, mikor rá szoktam mutatni a zenekarra, hogy az ő érdemük, nem az enyém, ez a kitüntetés. Így mutatok rá Bakó Gyurira, akivel közösen valamire, közösen bütyköljük ezt a szőlőhegyi elszámozottaknak a találkozóját, ami nagyon lassan-lassan formálódik azzá, amivé formálódnia kell. Mit szeretnék ezzel tenni? Amikor elkezdtük, nem tudom hány évvel ezelőtt, akkor mi nem voltunk csindadratta. Ittek az öregjeink, még a nagynéném is írt, ugye, és meg is akartam mondani egyszerűen az örömet, hogy kifejezi a köszönetet azért a szépért, hogy gyerekkorunkban ezen a törvényben kapunk. Nagyon nagy érték volt a településnek, Medina Szőlőhegynek is, a világa. Egyszerű emberek voltak, de nagyon tudtak egymásra figyelni. És nagyon szorgalmasak voltak. Tudjuk jól, hogy idevalósiak vagyunk, talán Medina le is nézte Szőlőhegyet, nem tudom ezt a részét. De az egyszerű emberek azért, hogy fölvergődtek a semmiből, a cselédsorból, szép családdá, mindegyik valamit létre akart hozni és továbbadni. Ez egy óriási érték. Ha szét is ment a település lényegében, elköltöztek innen. Az öregeinknek szerettem volna elmondani, hogy mekkora kincs az, amit ők tettek. És aztán az öregeink kihaltak lényegében, ugye most már még egy páran élnek abból a világból, akiket kisgyerekkoromban, akit fölnézhettem kisgyerekkoromban, de már nem sokan. Két dolgot szeretnék mondani, hogy fontosnak tartok, és ez missziónak a fényképein Medinánál is látszik.
az a múltnak az ápolása. Nagyon fontosnak tartom. Olyan Európában élünk, aminek emlékezet kiesése van. Nagyon nagy. Egy múltat felejtő nép lettünk. És ez káros. Egy öreg asszony elveszíti az értelmét, az emlékezését, akkor nagyon szánalmas. Mert akinek kiesik az emlékezete, az elvesztette az identitását. És egy Medina, ha akarja őrizni az identitását, akkor nagyon elevenen kell őriznie kapcsolatát a saját múltjával. Ne csak a falu tábla jelezze szerb cirill betűkkel, hogy Medina, hanem mind a három közösség hagyománya, az egyszerű katolikus cseléd népnek a hagyománya, talán a gazdagabb református világnak a hagyománya, a rász világnak a hagyományai, ezekből született meg ez a település, és ha jövőt akarunk, akkor kell őrizni a múltunkat. Nem nosztalgiázásból, hanem megkeresni azokat a éltető szikrákat, amivel az öregjeink sok-sok nyomorúságot túl tudtak élni. Háborúkat és sok mindent. Nagyon fontos. A másik pedig a közösségi lét. Egy széteső, individualizáló társadalomban, ha nincsen közösség, akkor nincs jövő se. Senki nem tud egyedül létrejönni, senki nem tud egyedül létezni, rászorulunk egymásra. Kell, hogy tudjunk találkozni egymással, hogy közösséget alkossunk. Sokféle közösség nyilván van itt is, ezeket nem tudom ismerni személyesen, és zenekarok, vagy tambura zenekar is van, ugye itt azért tamburázók is, úgyhogy sok minden van, apró kezdeményezés, ezek nagyon nagy értékűek, nagyon nagy értékűek. Mostanában két gondolatot szoktam nagyon hangsúlyozni a közösségi léttel kapcsolatosan. Az egyik, az Ferenc pápának egy gondolata, egy afrikai közmondást idéz. Ha sietni akarsz, menj egyedül. Ha meg akarsz érkezni, menj másokkal. Ezért is tartom fontosnak a közösséget. Ha Medina is környéke meg akar érkezni valahova, akkor közösen kell tennie. A másik, amit szeretnék mondani, az egy valószínűleg megtörtént esemény, ugye a világ nagy háborúnak a centenáriumában vagyunk benne, és amikor a Piavénál ugye a olaszok megtámadták a monarchiát, a monarchia felvonult velük szembe, és legyőzték az olaszokat. És a legyőzöttek tehetetlen dühükbe átvágták a Piavénak a gátját. Sodorja el a Piavé a monarchia katonáit. És a parancsnokuk lélek jelenlétének köszönhetően elordította magát, mikor átlátta a helyzetet, napi parancs, fogjátok meg egymás kezét. És a katonák megfogták egymás kezét, ilyen átvágott gát hamar levonul, attól nem lehet megfulladni, csak elsodródni, és akkor megfulladtak volna. És megfogták egymás kezét, átzúgott rajtuk a víz, és megmenekült a katonasereg. Ez az összetartás, ez a közösség. Nagyon lassan értjük meg, hogy mennyire szükség van a református közösségnek az összetartására. Hallom örömmel, hogy azért a Rász templom is megnyílik olykor, és összejönnek a Szent Misére liturgiára, és épp úgy bízom benne, hogy a katolikus templomban is azért vagyunk. Tehát ki a saját hagyományai szerint őrizzék a múltat, és őrizzék a közösséget. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni ezt a rám gondolást. És mondom, a kintünet is a Gyurinak is szól ugyanígy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves díjazottak,
kedves vendégeink! Az ünnepi testületi ülés ezzel véget ért. Kérem a díjazottakat és a megjelent hozzátartozóikat, fáradjanak közelebb, és kocincsunk az ünnepi esemény alkalmából. De ezt megelőzően kérem, hogy hallgassák meg utoljára a misi okorust. A mai nap, tehát a mai rendezvényünkön, nem utoljára, remélhetőleg. Mindenki anyuka és nagymama. Generáció gyermekei már megy már születtek, és itt is volna fölvenni lehetőleg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy megjelentek, és jövőre ugyanekkor ugyanitt ezen a helyszínen. Köszönöm szépen, művészet. Gyengen művészeti napokat találni. Köszönöm.